Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Egyre több a turista Makón. Közlekedjünk biztonságosan. 1400 fát ültettek el Királyhegyesen. A pünkösdi hosszú hétvégén nyitotta meg újra kapuit a Grand Hotel Glorious, azóta pedig egyre növekszik a lefoglalt szobák száma is, ezért hamarosan elérheti teljes működését a négy csillagos szálló. A turisták ellátása mellett a rendezvények szervezése is előtérbe került. A június a töltekezésről és a fejlesztésekről szólt a hotelben. Csábi Mihály a szállodaigazgatója stábunknak elmondta, az előző hónapjuk relatív jól sikerült. Átlépve a nyár legmelegebb időszakába pedig még nagyobb érdeklődéssel bír az Art Deco iklette szállásnyújtó hely. Június hónapban tartottuk magunkat, hogy egy csökkentett mennyiségű vendégszámot engedtünk csak be, tehát igyekeztünk egy félháznál meghúzni ezt a határt, hogy nehogy bármi is olyan történjen, amit mi nem szeretnénk és nem is tudunk támogatni, de úgy látjuk, hogy alapvetően probléma itt a mi környezetünkben nincsen, úgyhogy természetesen minden tisztaság és elvárható szabályt azt megteszünk, és gyakorlatilag most már akár egy teltházra is be tudunk rendezkedni. Hozzátette, túlnyomó részt a magyarok azok, akik foglalnak náluk párként vagy családban. A határok megnyitásával azonban akadt már egy-egy külföldi turista is. A hotel másik nagy attrakciója a Vigadó épület, mely szolgáltatásai révén egyaránt tökéletes választás lehet céges rendezvények, esküvők helyszíneként is. Nyilván a rendezvények tekintetében egy óriási visszaesés volt az elmúlt hónapban. Rengeteg lekötött esküvőt veszítettünk, a május hónap nagyon jó trendeket hozott volna az életünkbe, hogyha nem állt volna meg így minden. Most hál' Istennek az előző hétvégén már tudtunk újra a rendezvényt tartani bent. Egy születésnapi esemény volt, aminek nagyon örültünk, illetve vasárnaponként is lesz egy pici lekötés. Tehát hál' Istennek indul az élet rendezvény tekintetében is. Mint megtudtuk, a legelső esküvőre augusztusban kerül sor az impozáns épületben. A szálloda egyébként napi menüvel is kedveskedik a makóiaknak és a turistáknak egyaránt, illetve egy minimális összeg felett kiszállítást is vállalnak. Fokozott óvatosságra hívja fel a kerékpárosok és a gépjárművezetők figyelmét a nyári időszakban a Csongrád-Csanád megyei balesetmegelőzési bizottság. Az előírt szabályokról és a szerencsétlenségeket elkerülő megoldásokról Vad Róbert számolt be televíziónknak. Csak is megfelelő műszaki állapotban lévő biciklivel induljunk át túrázni, hangsúlyozta a szakember. Alaposan vizsgáljuk át a kormány és fékberendezést. Kötelező, hogy a kerékpár elől fehér vagy kandiumsárga színű fényjel, hátul pedig kizárólag piros világító berendezéssel legyen ellátva. Alapfeltétel még, hogy ezek 150 méterről láthatóak legyenek. Az oldalirányú észlehetőséget is biztosítani kell, legalább az első keréken egy átmérőn kettő darab prizmát szükséges elhelyezni. Ezek mellett elengedhetetlen tartozik a csengő, hisz van olyan szituáció, amikor hangjelzést kell kiadnunk. Nem kötelező tartozik még, de olyan védőfelszerelésként a bukósakot, illetve különböző könyök és térdvédőket, illetve a láthatósági mellény gyalog vagy kerékpár a lakatszeleten kívül éjszak és korlátozott tárgyalási viszonyok között kötelező. Ha nyár, akkor kerti parti, ekkor pedig gyakran előkerül az ital is. A legtöbb országban vannak megengedett véralkohol szintek, viszont hazánkban mindig a zéró tolerancia mérvadó a gépi meghajtású járművek vonatkozásában. Fontos szem előtt tartanunk, hogy bódult állapotban komoly bajt okozhatunk magunkban és más embertársunkban. A rendőrőrnagy azt tanácsolja, ha szórakozni indulunk, használjuk a tömegközlekedési eszközöket, vagy kérjük meg az egyik barátunkat, hogy legyen bulisofőr. A harmadik megoldás bennem mindig komoly kérdőjeleket szül, hogy mérlegelve érzékeltem a dolgot, hogy egy este elmennek az emberek szórakozni, és több ezer forintot leengednek a torkukon. Viszont a buli végén, ha többen vannak, akkor mit tudom, 3-4-en egy taxira érdekes módon sajnálják azt a pár száz forintot. Tehát a mérleg egyik oldalon több ezer forint, másik oldalon a pár száz forint. Javasoljuk, hogy ne sajnálják ezt a pár száz forintot a taxira, mert biztos, hogy ők is, biztos, hogy a taxi is egy darabban haza fogja ezeket szállítani, és negyedik megoldás, akár alkoholmentesítve a fogyasztása.
A Csongrád megyei balesetmegelőzési bizottság titkára arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyenkor elég komoly kockázati tényezőket hordoz magában az autópályán való közlekedés, hiszen több száz kilométert is levezethetünk, mire elérjük nyaralási úti célunk. Fáradtságot okozhat a monotonság, illetve a magas hőmérséklet. Ezek a tényezők mindig azt eredményezik, hogy a figyelem lankad, másrészt számolni kell az esetleges műszaki hibákkal is. Bármi technikai probléma lenne, hogy nyilván első körbe a leállóságot fogjuk igénybe venni. Pontosan a leállóság használatánál első lépésként a vészfél logót kirakjuk, és ha kiszállunk az autóból, akkor a látogatósági mellékhasználati jelző. Pontos még az elakadás jelző háromszög megfelelő távolságba történő elhelyezése, az autópályán 50-100 méteres távolságot eredményezhet. Végezetül arról is beszámolt televíziónknak, hogy a gépjárművezetők a nyári szünidő alatt fokozott óvatossággal hajtsanak el a játszóterek parkok mellett, ugyanis nem tudják eleget hangsúlyozni, ha gurul a labda, azután gyakran kifut a gyermek is. Rövid híreket láthatnak. 2020-ban sem maradhat el hazánk sok éves hagyományokkal rendelkező környezetszépítő versenye, amelyben idén a virágos balkonok és előkertek mérik össze szépségüket. Ebben az évben a megszokottól eltérően nem települések és önkormányzatok, hanem magánszemélyek pályázatait várják. A megméretetés célja, hogy hírt adjanak arról, milyen szépek az ország kiskertjei, és milyen sokan tesznek azért, hogy saját környezetük szebb és vonzóbb legyen. A versenyre a dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcs termelő növényeket kiemelő, a kiskerti kompozíciót is bemutató balkonkerti, előkerti fotókkal és egy maximum 400 karakteres leírással lehet nevezni, melyet kizárólag online regisztrációt követően elektronikus úton kell feltölteni a pályázat.virágosmagyarország.hu oldalra. Fontos megemlíteni, hogy csak olyan fotókat fogadnak el, melyek 2020. május 15-e után készültek. Beérkezési határidő július 15-e. Egy szakmai zsűri döntése alapján mindkét kategóriában nyertes pályaműveket hirdetnek, amelyek beküldői díjazásban részesülnek. Emellett közönségdíjra is sor kerül majd. A Facebookon 2020. július 27-e és augusztus 9-e között külön versenyt indítanak a pályaműveknek, ahol mindkét kategóriában egy-egy hétig lehet majd szavazni a legszebbekre. A szavazatok alapján 3-3 győztest hirdetnek ki. Az őszi árpa június végén elindult betakarításával elkezdődött az idei nyári aratási időszak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gépkocsi és a motorkerékpár vezetőket a balesetek elkerülése érdekében, hogy országszerte tanúsítsanak fokozott türelmet a betakarítást végző kombájnokkal, valamint a traktorokkal szállító járművekkel szemben, és ezeket észlelve körültekintően közlekedjenek. Az alacsony sebességgel haladó mezőgazdasági gépek lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom. A kamara felhívja az autósok, motorosok figyelmét, hogy csak akkor kezdjenek előzésbe, ha a manőver biztonságos befejezéséhez szükséges útszakasz jól belátható. A nagyméretű mezőgazdasági gépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel érdemes megközelíteni, felkészülve az átlagtól eltérő irányváltoztatásra. A mellettük való elhaladás előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel, míg jólátási körülmények között is. A gépmonstrumokkal minden olyan útszakaszon lehet közlekedni, ahol azt kresztábla nem tiltja. Azonban nem hajthat lassú jármű gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon. A lassú járművek maximum 25 km/h sebességgel, míg a mezőgazdasági bontatók legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhetnek. Ahhoz, hogy a közúti közlekedésben részt vegyenek, a járműveknek és a vezetőknek is meg kell felelniük a kresztben foglalt feltételeknek. Fontos, hogy minden esetben működjön az összes jelzőfény, azokat sár vagy felhajtott ütközés védő ne takarja. A kombájnok esetében pedig szükséges a vágóasztal leszerelése. A túlsúlyos, túlméretes mezőgazdasági járművekre a közútkezelőjétől útvonalengedélyt kell kérni. Az óvoda udvarának fejlesztése és a művelődési ház korszerűsítése is szerepel a Királyhegyesi Önkormányzat tervei között. Horváth Lajos polgármester elmondta, a belterületi utak és a járdák igen jó állapotban vannak, a település zöld felületeinek növelésére és karbantartására is nagy gondot fordítanak.
A település az egészségház projektje mellett számos más területen is tervez. A Magyar Falu program keretében meg szeretnék újítani az óvodaudvarát, új eszközöket és játékokat szereznének be, erre 5 millió forintig van lehetőség. Egy közterületeket karbantartó gépre is pályázott az önkormányzat, amellyel az utak mellett a járdákat is rendben lehetne tartani. Horváth Lajos polgármester elmondta, előbbiek szinte mindenhol rendben vannak Királyhegyesen, a járdarendszer pedig 63%-ban megújult. Ez térségi viszonylatban igen jó eredmény. A közelmúltban 110 millió forintos visszanemtérítendő állami támogatás érkezett a településre, amelyet erre fordíthattak, de belügyminisztériumi pályázati forrást is le tudtak hívni, ezt szintén útfelújításra költötték. Stábunkot járt akkor megtudtuk és megtapasztaltuk, hogy a település vezetése sokra tartja a zöld felületek karbantartását és azok gyarapítását is. A fásítási programot meg a környezettudatosságra nevelést azért mi már korábban elkezdtük, hiszen körülbelül olyan 1400 őshonos fát ültettünk el a településen. Szinte minden utcánk, kivéve a József Attila utca, ahol még nincs befejezve ez a telepítés. Jelenleg 15 közmunkás dolgozik Királyhegyesen közutas és fóliás program keretében. Utóbbi helyszínen gyümölcsöket és zöldségeket is termesztenek. A községben néhány évvel ezelőtt került felújításra az alsó tagozatos általános iskola és az óvoda épülete, tavaly pedig megújulhatott a polgármesteri hivatal is 35 millió forintból. Ennek ellenére van még olyan intézmény, amit fejleszteni szeretnének, ilyen például a helyi művelődési ház. A legnagyobb probléma a művelődési háznak a befogadó képessége. Tehát jelen pillanatban most 120-140 maximális az a személy. Na most civil szervezeteink itt térségi népzenei találkozókat, nyugdíjas találkozókat és egyéb ilyen dolgokat rendeznek, aminek ugye részvétele minimum 200 fő. Tehát a belső teret mindenféleképpen biztosítani kellene. A vizes blokkját átalakítani, hiszen hát ennyi embernek, nem ennyi embernek készült, és mozgáskorlátozott WC-t is kellene benne csinálni, valamint a nyílászáróikat rendbe tenni, tehát kicserélni egy részét, mert egy része már felújítva van. Mint megtudtuk, a királyhegyesi templom rendbetétele is tervben van, erre pályázatot is benyújtott a fenntartó egyház. Ez pozitív elbírálást kapott, így a jövőben 52 millió forintot fordíthatnak majd erre. Az Erzsébetház első táborzáró összejövetelére július 10-én, azaz pénteken este 6 órától kerül majd sor. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szent István tér 9 szám alá. A rendezvény háziasszonya Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója lesz, aki Benkóczi Zoltán, apátfalvi származású színművésszel beszélget. Nagyon kalandos az ő élettörténete, hogy lett ő színész, hogy került át a József Attila gimnáziumba, egy szegedi gimnáziumba, és miért ott érettségizett, és hogy lett ő segédszínész először Kecskeméten, majd később az Operettszínház tagjaként, Vámos Miklós tanítványaként végezve, és hát milyen szerepei voltak, erről fogom őt kérdezni. Hát én azt gondolom, hogy senkinek nem kell a Csacsacsa című filmet, vagy a régi idők focia című filmet említeni, mert hát az ő emblematikus szereplése is emlékezetes, de hát a zenei részén, ugye a Csárdás királynőben a Miska főpincér szerepe hozzá kötődik, és másképp nem is tudjuk elképzelni. Ingyenes tánctanfolyamot indít 3 korcsoportban az Iris Tánc Klub Makó Sport Egyesület. Az esemény a Kultúra és Közösségfejlesztés a Tánc Erejével című nyertes pályázatnak köszönhetően valósulhat meg. A mozogni vágyókat július 11-én 13 óra 30 perctől várják az Egyesület termébe. Még januárban számoltunk be arról, hogy az Egyesület 2019-ben milyen sikeres évet zárt. A számos fellépés mellett nyári tábort szerveztek, valamint tánctudásukat a Hódmezővásárhelyi Fekete Sas és Promenád kupákon mutatták be, ahol szép helyezéseket értek el. Az idei esztendőben pedig még szerencsésebbnek érzik magukat, ugyanis egy pályázatnak köszönhetően lehetőségük nyílt arra, hogy ingyenes tánciskolát szervezzenek a makúiaknak. 2020. februárjában meg is kaptuk a pályázat nyerteségéről szóló határozatot, de sajnálatos módon ugye márciusban jött a pandémia helyzet miatti leállás.
és most így júliusban tudtunk mi is újraindulni, ahogy az összes többi civil szervezet. Most elkészítettük a meghívóinkat, ugyanis 2020. július 11-én szombaton délután 13:30-kor fog indulni ez a programsorozat. Az első alkalomra 18 év feletti felnőtteket várják, majd július 13-án 9 órától a 10 és 18 év közötti gyermekeket, ugyanezen a napon 15:30-tól pedig a 40 év felettiekkel foglalkoznának. Az elnök televíziónkon keresztül két kérését is tolmácsolta az érdeklődők részére. Az egyik az az lenne, hogy előzetesen a hirdetésekben megjelölt e-mail címen regisztráljanak, ugyanis a termünk befogadóképesség az korlátos, nem szeretnénk, hogyha nagyon sokan lennének egyszerre, illetve a pandémiás helyzetből még fennmaradt járványügyi előírásoknak is meg kell felelnünk. A másik kérésünk pedig az, akik jönnek, azok hozzanak magukkal váltáscipőt, egy nem utcán használatos cipőt, vagy legalábbis olyat, aminek megtakarították a talpát, ugyanis a táncteremben nem szabad bejönni utcai cipővel. A forgatás alatt azt is megtudtuk, hogy az Egyesület most ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, melyről legnagyobb rendezvényükön a Táncvilágnapján emlékeztek volna meg. Gera Zoltán elárulta, a jubileumi gála műsora novemberben kerül majd sor a Hagymaházban, rengeteg meglepetéssel és visszatérő táncosokkal. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Egyre több a turista Makón. Közlekedjünk biztonságosan. 1400 fát ültettek el Királyhegyesen. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Társalgó című színes, kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Később Kemencés és Grillételek című gasztromagazinunkat tekinthetik meg, végezetül pedig egy filmzenei koncertet láthatnak. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. További szép estét kívánok, viszontlátásra!